Csá, hello! Hú, gyerekek! Szélzaj nincs, lehet, hogy van. Hát nem hiszem el, komolyan. Tegnap úgy sütött a nap, hét ágra, mint az állat. Amikor ott beszereltem, ma, amikor ki akartam próbálni, arra meg leesett tisztelt jó. Jó, nem tiszt, de majdnem. Közben olvadt is. Ja, készabba vett, összeraktuk, ráraktam egyébként a sárgáról a gyári ülést, hogy akkor már ő legyen a full gyári. Mit lehet róla tudni? Ugye, annyi történt, hogy sikerült rájönnem, hogy azért szivatott egész nap tegnap, mert lyukas volt az úszó, és ráadásul nem is kicsi lyuk volt rajta, az volt a legnagyobb szivás, mert ugye azért nem vettem észre, mert ahogy kivettem, egyből kis folyt belőle. Csak olyan helyen volt, hogy nem látszott. És emiatt nem, ugye nem hallottam, hogy csörög az úszóba az üzemanyag, mert egyből mindig kis folyt. Ja, most már teljesen összeraktuk, ugye felraktuk a burkolatokat, ezt az első burkolatokat, dekompressziós szelepet nem kötöttem be, igazából annyira nem is fontos, vagy kell az egyáltalán, nem tudom. De igazából beakaszthatom a bovden, csak még egy bovden akkor megy ott előre, ugye. Jó hangja van. Az erejét, mit mondjak az erejével kapcsolatban? Hát olyan erős, mint szerintem egy babetta, egy 207-es. Amúgy meg frankó minden. Tényleg úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Csináltunk egy full gyári babettát. Igen, a gumi hiányzik. Ott a első lengéscsillapítóról. Csináltunk egy full gyári babettát. Ami még egyszer lehet, hogy annyira nem fog előfordulni, hanem inkább most csinálunk majd egy babettát. Na, nézzük egy indulást. Ha, ilyen rengtenetesen hideg van, gyerekek. Jó. Egyébként a kuplungot lehet, hogy cserélnem kellene, mert az... Na. Elindultunk. Itt egy csavarúzó, próbálom állítgatni az alapjáratot, meg mindent. Nem olyan egyszerű egyébként azt is pontosan belőni. Majd a gyári adatokat lenézem, aztán ahhoz képest majd állítgatok. De most kijöttem, hoztam egy csavarúzót egy babettával, mindenképp legyen nála csavarúzó. Ugye? Én azt akartam mondani, hogy a babettával közlekedsz, mindenképp legyen nála néhány szerszám. 10-es, 13-es kulcs, mit tudom én. Csavarúzó egy-két dolog azért nem árt. Lefogy a kezem. Mit akartam még mondani? Ja, úgyhogy akkor ez a projekt véget ért. Valószínű több videó nem is nagyon lesz róla, mert menni fog a háztól. Úgyhogy ez ennyi volt. Nagyon szépen köszönöm a figyit. Ja, a kuplungot megnézem, mert nagyon, nagyon nem úgy tűnik, mintha jó lenne. Nem néztem azt meg bunkó módon, de még ugye azt kieszközölhetem. Ja, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek. Csácsom a sötészta. Vigyázzatok magatok. Hallod, ilyen hóba kijöttem ide azért, hogy megcsináljam ezt a videót. Én hülye. De csá.